Kedves testvérek, megáldottuk az új tüzet, megáldottuk a húsvéti gyertyát, most meghallgatjuk a húsvéti öröm éneket. Most kérünk tehát, hogy így
útjánkat, figyelmes élettel hallgassuk meg Isten igényét. Emlékezzünk azon, miként mentette meg népét Isten a régi időben, az idő teljességében pedig hogyan küldt el Szent fiát megváltónkért. Kérjük Istenünket, hogy a megváltás húsvéti ügyét beteljesítve vezessen el minket az örök életre. Most helyet foglalunk és meghallgatjuk az Úrszövetség forradalmát. Kezdetben teremtette az Isten az eget és a földet. Isten így szólt, teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ő uralkodik a tengerhalai, az égmadarai, a házi állatok, a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, amely a földön mozog. Isten megteremtette az embert saját képmására. Isten képmására teremtette őt. Férfinak és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta neki. Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet, és vonjátok uralkodtokat. Uralkodjatok a tengerhalai, az égmadarai, és minden állat felett, amely a földön mozog. Ezután ezt mondta Isten. Íme, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem, és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érvel, hogy tárgyaljátok legyen. A mezővadjainak, az égvadarainak, és mindennek, ami a földön mozog és vélezik, minden növényt tárgyaljátok. Úgy is történt. Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. Ez az Isten igéje. Isten. Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, te minden végzésedben csodálatra méltó vagy. Segítsd megváltott népedet annak megértésére, hogy az egész világot megteremtened nem volt fönségesebb, mint az idők teljességében áldozatul adnod Krisztus, a mi húsvéti bárányunkat, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Isten próbára tette Ábrahámot, és így szólt hozzá. Ábrahám, Ábrahám, itt vagyok, felelte. Akkor ezt mondta neki. Vedd el gyetlen fiadat, akit szeretsz, Izsákot, menj Mória földjére, s ott mutasd be élő áldozatul azon a helyen, amelyet majd mutatok neked. Amikor megérkeztek a helyre, amelyet Isten mondott neki, Ábrahám megépítette az oltárt, rárakta a fát, kinyújtotta kezét, és vette a kést, hogy feláldozza a fiát. De az Úr angyala rászólt az égből, és ezt mondta. Ábrahám, Ábrahám, itt vagyok, felelte. Az angyal folytatta. Ne nyújtsd ki kezedet a fiú felé, és ne állts neki. Most már tudom, hogy féled az Isten, és egyetlen fiadat nem tagadtad meg tőle. Amikor Ábrahám felemelte szemét, látott egy post, amely szarvánál fogva fennakadta bozót van. Ábrahám odament, megfogta a post, és feláldozta élő áldozatot.
Könyörögjünk! Istenünk, híveid, mennyei Atya! Te ígéreted szerint a fogadott fiúság kiáradó kegyelmével az egész földkerekségen megsokasított gyermekeidet és a húsvéti áldozat által szolgádat Ábrahámot esküd szerint minden nemzet atyává teszed. Add, hogy népeid kegyelmi hívásod útjára lépjenek. Krisztus, ami Urunk által. Olvasom el Mózes második könyvéből. Amikor Izrael fiai látták, hogy az egyiptomiak megvédőket nagyon megijedtek, és az Úrhoz kiáltottak. Az Úr így szólt Mózesnek: miért kiáltasz hozzám? Parancsolj meg Izrael fiainak, hogy induljanak. Te pedig nem emeltél hozzadat, nyújts ki kezedet a tenger fölé, és választ kettő, hogy Izrael fiai száraz lábbal átvehessenek rajta. Én azonban megemlítem a fáraó szívét, erre utánuk siet, és akkor majd megmutatom dicsőségemet a fáraón egész seregén, harci szekerein és lovasain. Az egyiptomiak nem tudják, hogy én vagyok az Úr, ha majd megmutatom dicsőségemet a fáraón, a szekerein és a lovasain. Akkor az Isten angyala, aki az izraeliták előtt járt, megváltoztatta helyét és mögéjét fordult. A felhőoszlop, amely előttük volt, mögöttük kereszkedett el, és az egyiptomiak serege és az izraeliták tábora között helyezkedett el. A felhő sötét maradt, és az éjszaka elmúlt anélkül, de két sereg közeledett volna egymáshoz. Mózes ekkor kinyújtott a kezét a tenger fölé. Az Úr egész éjjel tartó, erős keresztjével visszaszorította a tengert és kiszállította. A víz ketté vált, és Izrael fiai a száraz tenger felénken áthangoltak, miközben a víz jobb és bal felé húgált, mint a fal. Az egyiptomiak utána vetették magukat, és a fáraó minden lova, harci szekere és lovasa utána ment a tengerhez. A reggeli őrség idején az Úr a tűz és felhőoszlopból rátekintett az és megzavarta őket. Akadályozta a szereket keretét, ezért csak bajjal jutottak előre. Az egyiptomiak kiabálni kezdtek. Meneküljünk Izrael fiai elől, mivel az Úr harcolért az egyiptomiak ellen. Az Úr pedig így szólt Mózeshez: nyújts ki kezedet a tenger felé, hogy a víz visszazúduljon az egyiptomiakra, szekereikre és lovasaikra. Mózes kinyújtotta kezét a tenger felé. Erre a víz napkártyakor visszaáramlott a négy idejére, amikor az egyiptomiak éppen arra menekültek. Az Úr besodorta őket a habok közelébe. A víz visszaöntött, és ellentett szekereket, a lovasokat, és a fáraó egész tényét, amely utána nyomult a tengerbe. Senki sem maradt életben közül. Izrael fiai azonban száraz lábbal mentek át a tengeren, miközben a víz tőlük jobbra és balra úgy állt, mint a fal. Így mentette meg az Úr azon a napon Izrael fiai az egyiptomiak hatalmától. Az izraeliták látták az egyiptomiakat holtan feküdni a tengerpartján. Izrael fiai tanúi voltak a napnak, amelyet az Úr az egyiptomiakon végezik. A népet félelem töltötte el az Úr szín előtt, és hittek az Úrnak és Mózesnek az ő szolgájának. Akkor Mózes Izrael fiaival együtt ezt az éneket énekelte az Úrnak. Énekeljünk
könyörögjünk. Istenünk, régi csodatetteid ma is tündöklő fényben ragyognak előttünk, mert amit hatalmas kézzel, egyetlen nép javára cselekedtél, hogy megszabadítsd a fáraó üldözésétől, ugyanazt teszed az újjászületés vize által a nemzetek üdvösségére. Kérünk, juttasd el az egész világot, választott népednek, Ábrahám igazi fiainak méltóságára, Krisztus, a mi Urunk által. Istenünk, te ezt a szent húsvéti éjszakát, Urunk feltámadásának fényével beragyogod. Kérünk, éleszd föl egyházadban az Isten gyermekség lelkét, hogy akik testben és lélekben megújultak, tiszta szívvel szolgáljanak neked, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélek egységben, Isten mindörökkön örökké. Ugyanis eltemetkeztünk
mert ha halálának hasonlóságában egyben öltünk vele, akkor feltámadásával is egy leszünk vele. Hiszen tudjuk, hogy a régi ember bennünk azért veszítették vele együtt keresztre, hogy a bűnös test elpusztuljon és ne szolgáljon többé a bűnöket. Aki így meghalt, megszabadult a bűnöket. Ha Krisztussal meghaltunk, hiszük, hogy vele együtt élünk is. Tudjuk ugyanis, hogy Krisztus feltámadt a halálból, és többé nem hal meg. A halál nem uralkodik többé rajta. Halálával egyszer s mindenkor meghalt a bűnnek, de életével is bennek él. Úgy tekintsétek tehát magatokat, mint akik meghaltatok a bűnnek, és most az Istennek éltek, ami Urunk Jézus Krisztusban. Ez az Isten ígéret.
Mennyei Szent János, Szent István király, Szienai Szent Katalin, Jézusról nevezett Szent Teréz, Istennek minden szentjei, légy irgalmas, menj meg bennünket, minden gonosztól, minden bűntől, az örök halál.
testvérei mennyei atyánkhoz, aki Szent Fia feltámasztása által új életre hívott meg bennünket. Törzsdömbünk Ferenc Kárpán, György püspökünk, papjaink, szerzeteseink, és minden keresztény testvérünk felhív a feltámadt Krisztus kegyelmeivel. Kérünk téged, hallgass meg minket. Segítsünk az újonnan megkereszteltetett, hogy keresztségi fogadásukhoz egész életükben hűségesek maradjanak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Szüntesd meg a szakadásokat a keresztények között, hogy megvalósuljon a testvéri egységünk azokkal, akiket összekötött az egy keresztség. Kérünk téged, hallgass meg. Áldjunk hazánkat és mindazokat, akik népünk életének megújításán dolgoznak. Kérünk téged, hallgass meg. Áldjunk a megdicsőítés reményét a szenvedőknek és az elhagyatottaknak. Kérünk téged, hallgass meg. Új és megegyházasságunk életét áldozatkészségben tiszteletben. Mennyei Atyánk, Szent Fiad feltámadásának éjszakáján örömet ajándékoztál a világnak. Add, hogy a feltámadás hitében éljünk, és ilyenkor eljussunk Fia dicsőségébe, aki él és uralkodik mindörökkön. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el néped könyörgését és bemutatott adományait, hogy a húsvéti misztériumokba beavatva gyógyulást nyerjünk, és eljussunk az örök életre. Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen ezen a szent éjszakán, midőn áldozattá letértünk Krisztus a húsvéti bárány. Mert ő az igazi bárány, aki elvette a világ bűneit, halálunkat halálával megtörte, és feltámadásával új életet szerzett nékünk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong. A mennyei erők és a hatalmas angyalok a te dicsőséget himnuszát zengik és vég nélkül éneklik.
Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte. Tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, György püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atyaisten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. A Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. A
az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Istenünk, áraszt szívünkbe szeretetet, szent lelkét, hogy akiket húsvéti szentségeiddel tápláltál, azoknak szívét forrassza egy atyai jóságot, Krisztus a mi Urunk által. Szentmisét, a vigiliai szentmisét követi a feltámadási körmenet. Kérem, hogy hitvallóan, buzgón énekelve vegyünk részt a körmeneten, visszajövünk a templomba, szentségi áldást kapunk, és ezzel fejezzük be a húsvéti vigíliánkat. Holnap húsvét vasárnap, Urunk feltámadásának fő ünnepe, Bogárdon a szokott időben 8:30 kezdődik az istentisztelet. Most énekkel készülünk a körmenetre.
Kívánok, kedves mindannyiótoknak, az otthon lévőknek is, különösen az öregeknek, a betegeknek áldott, halleluja!